Napról napra egyre több Görögországban ragadt bevándorló erősíti meg az M1 tudósítójának, hogy tudnak az interneten szerveződő migráns karavánról, abban bíznak, hogy legalább 10 000-en összegyűlnek, és akkor nem lehet majd őket megállítani a határokon. Szalonikibe ma újabb csoportok érkeztek, vélhetően azért, hogy ha lesz karaván, akkor ők is csatlakozzanak. Az Európai Bizottság is megerősítette most már, hogy tudnak a karavánnal kapcsolatos hírekről, felvették a kapcsolatot a görög és a török hatóságokkal. Migránsok érkeznek a Szalonikihez közeli Javatai táborba. A központ évek óta túlterhelt, jelenleg háromszor annyian vannak benn, mint amennyien elférnének. Az újonnan érkezők így a kerítésen keresztül próbálnak beszökni a területre. A Szaloniki közelében várakozó bevándorlók közben már arról beszélnek, még a héten elindulhat az a migráns karaván, amely hetek óta szerveződik. A híradó által megkérdezett migránsok mindannyian hallottak róla, és azt tervezik, ők is csatlakoznak. Yes, it's really true because I'm one of them. Igen, ez igaz, én is egy vagyok közülük. Nem csak Szalonikiből, hanem azt hallottam, az összes görög szigetről indulnának migránsok. Úgy tudom, eddig 10 000-en vagyunk, mondja ez a szírnő. A karaván az interneten szerveződik, a migránsokat a közösségi oldalakon is toborozzák, ahol a szervezők hasznos információkat is adnak az útraindulóknak. A pontos útvonalat azonban egyelőre nem tudni. Az M1 információi szerint nemrég megváltoztatták az indulás helyét is, így jelenleg a gyülekezőpont Szaloniki. Van elég pénzünk az útra, de azt nem tudjuk, hogy melyik határ felé fogunk indulni, ez majd csak csütörtökön dől el, akkor fognak minket informálni a szervezők, mondja a szír férfi. A migránsok biztosak az út sikerében. 100%-ig biztos vagyok benne, hogyha elég sok ember összejön, megnyitják előttünk a határt. Ha 10 000 ember megindul, nem lesz más választásuk a hatóságoknak, ebben biztos vagyok, és nagyon boldog emiatt, mondja egy másik migráns. I'm very happy about this. A karaván szerveződésére a múlt héten a Migrációkutató Intézet tanulmánya is rámutatott. Kérdésünkre az Európai Bizottság illetékese is megerősítette, hogy tudnak róla. Natasha Bertó levélben azt írta: tudunk a kezdeményezéssel kapcsolatos jelentésekről és híresztelésekről. A bizottság kapcsolatban van az érintett országok hatóságaival és az uniós ügynökségekkel is. Avramopoulos biztos ugyancsak kapcsolatba lépett a görög és török miniszterekkel annak érdekében, hogy a rendészeti hatóságok készenlétben álljanak és szorosan működjenek együtt egymással. Lépjenek föl ezen szerveződések ellen. A magyar kormány azt várja az Európai Unió illetékes szerveitől, hogy lépjenek fel a migráns karaván ellen, akadályozzák meg, hogy elinduljanak. Ezt mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közmédiának. Orbán Balázs hozzátette, azok az emberek, akik nem a szabályok szerint járnak el, nem érhetnek célt. Ez megint oda vezethet, hogy a nyitott kapuk politikájának őrült elmélete elterjed Európában. Magyarország pedig mindenképpen megvédi a határokat, a kerítés állni fog, tehát mi próbálunk minél távolabbról indítani, és minél messzebbről elkezdeni a határvédelmet. Ez azt jelenti, hogy az ilyen karavánokat is figyelemmel kísérjük, és megpróbálunk egyébként ellenük fellépni. Orbán Balázs hozzátette, a karavánoknak egyetlen céljuk van, nyomás alá helyezni az illegális bevándorlást nem támogató tagállamokat, és elérni, hogy megnyissák a határaikat. Kapcsolunk Muci Attilához, tudósítónkhoz Görögországba, Szalonikibe. Attila, ugye egy-egy ilyen összefoglalóban, amit az imént láthattak a nézők, 2-3 menedékkérőt tudunk megmutatni. Te sokkal több bevándorlóval beszéltél, hallottál híreket, hallottál pletykákat. Lesz karaván? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Most az elmúlt 2 napban több helyen, több migránssal is beszéltünk, illetve nyilatkoztattuk. Mindannyian tudnak a migráns karavánról, tehát kész tényként kezelték, illetve beszéltek róla. Azt is egyöntetűen mondták, hogy pénteken, várhatóan pénteken fog elindulni. Korábban a Facebook csoportban, amelyben szervezték is a migránsokat, szintén április 5-ét
vagyis pénteket jelöltek meg, és abban is egyformán beszéltek, hogy arról is egyformán beszéltek, hogy csütörtökön este, tehát holnap este 10-kor fogják megtudni a pontos útvonalat, tehát hogy Albánia vagy Macedónia felé indulnak, tehát úgy néz ki a jelen pillanatban, hogy a migránsok készülnek a migráns karaván indulására, azt viszont senki sem tudja, hogy biztosan elindul-e, meglátjuk, akkor lesz biztos, amikor valóban elindul pénteken ez a karaván, vagy az elkövetkező napokban. Az igaz, hogy elindult egy ellenkampány, tehát vannak olyan, hát mondhatjuk talán, hogy józanabb szervezetek, amelyek megpróbálják lebeszélni a bevándorlókat arról, hogy elinduljanak? Igen, furcsa helyzet állt elő, hogyha humanitárius szervezetekre gondolsz, ugyanis korábban a csoportban is a közösségi oldalon, ahol szervezték a migránsokat, folyamatosan arra hivatkoztak, illetve a kiáltványokban arra hívták fel a migránsok figyelmét arab nyelven, hogy a karavánt szakorvosok fogják kísérni, a ruházatot biztosítják az út során, az ellátást, tehát az élelmet. Most ehhez képest gyakorlatilag egyetlen egy humanitárius szervezet sem támogatja a migráns karaván indulását, sőt, ellenzik, arra hívták fel a migránsok figyelmét, hogy amennyiben csatlakoznak, elhagyják a táborhelyeiket, nem biztos, hogy vissza, vagy biztos, hogy nem térhetnek vissza, nem lesz meg a helyük a táborokban, megvonhatják tőlük az eddig kapott segélyt is, tehát igen furcsa helyzet állt elő, ugyanis eddig bárhol a Balkánon az elmúlt években migráns menetelés vagy gyaloglás volt, sohasem a migránsok szervezték, mindig lehetett tudni, hogy melyik szervezethez köthető, most pedig gyakorlatilag, ahogy említettem, senki se csatlakozott vagy vállalja fel. Holnap tehát fontos nap lesz, elvileg csütörtök este okosabbak leszünk, mint amilyennek ma vagyunk szerdán. Attila, köszönjük szépen!